Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Weekendet látják, és egy igazi kellemes nyári beszélgetéssel indítunk, hiszen azt gondolom, hogy a legtöbb kerti parti legfontosabb kelléke a humor mellett a jó bor. Dr. Szakály Zoltán, aki egyetemi docens és borszakértő, nem jött üres kézzel hozzánk, jó estét, szia, hanem fantasztikus borokkal érkeztél. Jó estét! A látvány az magáért beszél, itt a kollégáim már körbe döngicseltek, mielőtt elkezdődött az adás, és mindenféle izgalmas kérdést tettek föl neked. Azt gondolom, hogy ezt már megszoktad, hiszen az egyetemen többek között ugye erről is adsz elő, és úgy tudom, hogy Tokaj hegyalja a szíved csücske. Ebből írtad a doktoridat is ebből a területből. Miért éppen Tokaj hegyalja? Hát azért, mert Nyíregyházához közel van, bár én debreceni születésű vagyok, de ahhoz is közel van Tokaj hegyalja, és hát igazából így hozta a sors, sőt annyira kegyes volt a sors, hogy 2 évig világörökségi gondnokságot is vezethettem Tokaj hegyalján, és ez a szerelem ez így megmaradt, és azt gondolom, hogy már most meg is fog továbbra is maradni. De nem csak Tokaj hegyalja, hanem általában a bor, borkultúra, bormarketing, ezek a területek érdekelnek. Nos, akkor most a Bormámor Tokaj hegyalja szalagcímmel futtatjuk ezt a beszélgetést, bár rengetegféle bort lehet már gyakorlatilag szinte minden nagyobb áruházban kapni, de azért az, aki igazán otthon van a borokban, az nem össze-vissza vásárol, hanem tudja, hogy mit szeretne. A rozé boroknak mostanában elég nagy a népszerűsége. Minek köszönhető az, hogy ennyire sokan kedvelik? Mert végül is azt gondolom, hogy elsősorban ugye Tokaj-hegyalja a fehér borairól ismert. Így van, Tokaj-hegyalja a fehér boros borvidékünk, ugyanakkor itt egy ilyen nemzetközi, vagy a világon jellemző borkultúra fejlődésről és trendekről beszélhetünk, amely természetesen Magyarországot is részben eléri, részben egyébként mi is nyilván ezt valamilyen szinten formáljuk, hiszen 22 borvidékünk van, tehát ott vagyunk azért a legjobb 15-ben bizonyos rangsorok alapján. Tehát azt gondolom, hogy a magyarok egy boros nemzet, és igazán szép boraink is vannak. A rozéknak a népszerűsége pedig abból adódik, hogy nyáron ez nagyon kellemes tud lenni, kellemesebb, mint egy vörösbor, azt inkább a téli időszakban szokták az emberek fogyasztani, és hát ugye a bortermelők is ez irányba el is indulnak, és készítenek nagyon szép tételeket. Rád nézve, tanár úr, az emberben óhatatlanul is felvetődik a kérdés, hogy nem is látszik, hogy szoktál inni, hiszen az, akinek ez a hivatása, nyilvánvalóan nagyon óvatosan kell, hogy kóstolgasson, hiszen akkor bizonyos mennyiség elfogyasztása után nyilván nem tudna reálisan ítélkezni. Hogyan történik ez a gyakorlatban? Hát ez úgy, hogy vannak köpőcsészék, és gyakorlatilag ezt csak a szájüregben forgatják meg a kóstolók ezeket a borokat. Nem ritka az, amikor 40 féle bort is kóstolni kell, és ilyenkor hát nyilván az elfogyasztás, a lenyelése azután egy idő után nyilván nem ad megfelelő értékítéletet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így is van jól. Kétségtelen, hogy a profi kóstolók, néhány ilyen borbírálaton én is voltam már, de a profik valóban képesek a 40-nél is reálisan értékelni a borokat. Először a szint szokták nézni és figyelni a borbíráratnál, aztán ugye az illatig fogunk eljutni, és utána az íz, majd egy ilyen összbenyomás értékelés fog kapni a bor. És akkor külön pontozzánk ezeket? Igen, külön pontozzák, és mondom még egyszer, a végén pedig van egy ilyen összbenyomás, hogy együtt ezek harmonikus kapcsolatban vannak-e egymással. Van olyan, hogy az illat gyenge, az íz meg túlzóan domináns, és éppen ezért az összpontszámba ez már inkább lejjebb fogja vinni ezt az átlagot. Úgyhogy ez, tehát együtt mindegyik vizsgálatnak együttesnek kell lennie. Ahogy itt említetted, ugye egyrészt a divat, másrészt az ízlés is formálja azt, hogy mikor melyik bor kerül ki győztesen. A magyar ízlés, a magyar ízvilág az különbözik mondjuk egy dél-afrikaitól, vagy egy brazil, nem tudom, borszakértő által jónak ítélt bortól? Tulajdonképpen igen. Inkább ezt úgy közelíteném meg, hogy a magyarok szeretik a magyar borokat.
Természetesen azért vannak olyan szőlőfajták, amelyek viszonylag azonos ízvilág intervallumba tudnak teljesíteni. Ezt azért a halandó fogyasztó kevésbé tudja megkülönböztetni. A profik már egy dél-afrikai, mondjuk egy világfajtát már meg tudnak különböztetni. Tehát azt gondolom, hogy van különbség, de inkább úgy, hogy mi magyarok olyan 77%-ban, most van egy ilyen friss tanulmány ezzel kapcsolatban, a magyar borokat helyezik előtérbe. Nagyon sokféle bort hoztál, vannak 1980-as keltezésű, azt hiszem ez egy tokai aszú, aztán vannak itt vörös borok, fehér borok, van egy új közösségi bor, és mindenféle kis kütyük is vannak. Ugye sokan azt gondolják, hogy az a jó bor, amelyikben parafadugó van, de ma már nagyon sok csavaros bort is lehet kapni. Nagyon fogy az időnk, úgyhogy Zoli, arra kérlek, hogy miközben egy ilyen profi kitöltést is prezentálsz itt a nézők szeme láttára, kvázi egy ilyen kóstolást. Talán még erről mesélj egy picit, hogy mondjuk egy ilyen 80-ban palackozott bornak vajon egyrészt milyen az íze, valóban lehet-e még fogyasztani, vagy az inkább már csak egy ritkaság? Jó, akkor először a kóstoló része kezdenénk. Egy rozéborral készültem, és hát ugye én vezetek, te pedig műsort is vezetsz, úgyhogy az illatig fogunk majd ezzel kapcsolatban eljutni. Hát a bor kóstolás menete, az körülbelül úgy néz ki, hogy a poharat nem szoktuk teleönteni először is, hanem körülbelül eddig a szintig. Tehát ez nem azért van, mert sajnáljuk. Nem azért van, mert sajnáljuk, hanem igen, ezt már itt hagyom egyébként, úgyhogy már ezt elfogyasztják itt, akinek lehetősége van rá. A száránál szoktuk megfogni a poharat, és hát először ugye ez a színvizsgálat, kicsit megdöntve a poharat szépen lehet látni. Ilyenkor már lehet egy kicsit lögybötölni, vagy körbe. Nézzük, hogy áttetsző-e, vagy zavaros? Igen, hogy áttetsző-e, zavaros. Uh-huh. Ez egy kicsit ilyen bubis, ez egy ilyen friss, reduktív technológiájú, fémtartályban érlelt borról van szó. De nem ezért habzóbor. Is... Nem, ez egy... Uh-huh. Ez nem habzóból, ez is kap egy csavaros kupakot, nincs jelentősége, sőt nem jó a parafadugó neki, mert ennek az a jó, hogyha lezárják és nem kap több lehetőséget a külvilággal, az oxigénnel, úgyhogy gyakorlatilag ezután jön az illat, amely illatot, hát ugye az orrunk és a pohár szélének a távolsága döntő, hogy milyen intenzitású. Nem ez egy beledugni kellemes... az orrunk, gondolom? Ha belemegy az orrunk, az sem rossz annyira, de az általában egy gyenge intenzitású illatra utal. Amelyik egy ilyen 1 centi, 2 centi távolságban már érezzük, az már egy jobb minőséget uh-huh. feltételez. Ennek az illata természetesen egy villányi rozé, tehát a legnagyobb a napsütéses órák száma, ezben ugye ez a málna illat szerepel, természetesen szőlőből készül a bor, de szoktuk ilyen illatokat is mondani, ez egy nagyon kellemes nyári estékre való bor, és akkor most nem tudjuk megkóstolni, itt ezt nem igen, tudjuk tovább folytatni, pedig nagyon szeretnénk. A pavlovi reflexek beindultak, ugye egy nyár elválasztásom az megindult, de majd valaki szerintem kocint itt a... Pedig jól be is van hűtve. Igen, és a kedves nézők egészségére is, és Zoli, hát hallgatnánk téged napestig, de a hallgatók nagyon szerencsések, hogy erre van lehetőség. Ők sajnos nekünk nincs, mert hogy az időnk elfogyott, de köszönjük szépen, hogy ezeket a nagyon fontos és nagyon klassz információkat megosztottad velünk.